És itt van velünk már a stúdióban Renner Erika, a Lugos ügy sértettje, illetve sértetti képviselője dr. Gál András. 8 év, 4 hónap, 2 nap telt el a támadás óta. Jól számolok? Igen, pontosan. Igen. És most jutottunk el odáig, hogy lezárult most már a polgári peres eljárás is, a kártérítési ügy, melynek az a vége, hogy 25 millió forint kártérítést ítélt meg a bíróság. Nagyon sokan keveslik ezt az összeget, azt gondolja a laikus, legalábbis a komment szekciókat nézve, hogy ez az összeg gyakorlatilag nevetséges egy emberélet ilyen szintű tönkretételéhez képest. Azért ilyet nem mondjunk, mert azért Erika. De mit lehet elmondani arról, hogy miért ez az összeg, és hogy valóban kevés az összeg, és hogyha az miért kevés, és rendben van ez így? Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Én azt gondolom, hogy azt a bíróságot, aki ezt megítélte, nem lehet kárhoztatni, hiszen azt adta, amit Erika kért. Az más kérdés, hogy miért kért ennyit. Azért, mert az őt képviselő polgári jogászok áttekintették, mielőtt beadták a keresetet, az ítélkezési gyakorlatot, és arra jutottak, hogy ugyan 25 millió forint az nem áll arányba azzal, amit itt valójában kérni kellene egy keresetben, de az ítélkezési gyakorlat olyan, hogy nincs értelme többet kérni, és ezért nem mertek többet kérni. A bíróság meg megadta azt, amit kértünk. És Erika, banálisan hangzik a kérdés, de tulajdonképpen azért nagyon sok olyan pillanata volt az elmúlt 8 évnek, amikor már majdnem azt hittük, hogy túl vagyunk ezen, mert majdnem úgy nézett ki, hogy már mindjárt lezárhatjuk, és aztán millió fordulata volt az ügynek, a hallgatók is talán emlékeznek olyan fordulatokra, mint amikor a kúria visszaküldte az ügyet másodfokra. Volt itt tényleg minden, és neked menet közben, ha jól tudom, már papírod van arról, hogy annyi rendszer szintű intézményi abúzus értéged, hogy benned semmiféle bizalom nem maradt az igazságszolgáltatásban, és ez nem a te hibád, hanem egy logikus következménye annak, ami veled történt. És ez nem csak a büntető eljárás során volt jellemző, amit azért szeretnék majd így ezt a 8 évet megnézni ennek tükrében, de hogy a polgári peres eljárásban sem volt ritka az, hogy egészen megsemmisítő, vagy legalábbis kívülálló számára megsemmisítőnek tűnő helyzetek álltak elő. Mondasz erre pár példát, hogy mi történt például ebben az eljárásban? Igen, tehát ebben a polgári peres eljárásban elrendelték a zárt tárgyalást, ugye ez volt a fő probléma számomra, mert ugye ezt az egész ügyet a nyilvánosság figyelemmel kísérte, ami nekem egy védőburok volt, és ezt zárta ki a polgári per. Olyannyira kizárta, hogy minden alkalommal Attilát, az élettársamat, ugye, aki az egyetlen biztos pont volt nekem abban a szituációban, és minden alkalommal felállította a teremből és kiküldte, tehát nem csak a sajtó és a média munkatársai nem vehettek részt, hanem senki. Tehát ez így zajlott 3 férfivel, 3,5 órán keresztül a hüvelyemről, a menstruációról és a vizelési dolgaimról kérdeztek, úgyhogy egyedül kellett lennem ebben a teremben 3 férfivel, ezt különben a szakvélemény is leírta, hogy ez egy nagyon súlyos abuzálás. De azért néha nem így volt. Tehát néha azért elfeledkeztek arról, hogy ez zárt tárgyalás, és azért néha bent lehetett újságíró, illetve a jegyzőkönyvek végig azt írták, hogy ez egy nyílt tárgyalás. Valóban, tehát elhangzott szóban az, hogy a zárt tárgyalást elrendelünk, de a jegyzőkönyv azt tüntette fel, hogy nyílt tárgyalásban tárgyalja az első fok. És ezt indokolta bármivel is? Igen, adminisztrációs hiba. Ó. Ez lett, igen. Így véletlenül egy újságíró, ő mondta, ugye sokan jelentkeztek nálam, hogy szeretnének bejönni, én jeleztem, hogy ezek zárt tárgyalások a tudtommal, de ő a
a bírósági sajtóosztályhoz fordult, kért egy, hogy részt vehessen ezen a egy regisztrációt, és ő megkapta egyszer, ezt a Herceg Szónya megkapta ezt a lehetőséget, és ő ezzel élt is, be is jött erre az egyetlen egy tárgyalásomra, amikor ugye ezt a kett a bizonyos szakértőket a méhemről, a menstruációm és ezekről a dolgokról szerette volna a bíró ezeket a kérdéseket rögzíteni a szakértők felé. Ő ezt meg is írta, és két hét múlva egy határozatból tudtuk meg, hogy ez a bíró már nem az ügyünk bírója. Ha minden igaz, akkor azért itt eleve, egyébként ti Andrással is egy eléggé brutális intézményi abúzus és a te bizalomvesztésedet jelentősen megalapozó helyzetben találkoztatok. Ez hogy is történt 8 éve, lassan 6 éve? Hát az első fokú, ugye gondolom az első fokú büntetőeljárásban volt itt a bírónak voltak ezek a bizonyos kérdései a tárgyalóteremben, és ott egy életveszélyt okozó testi sértés volt a vád, és amikor az ítélet megszületett, akkor pedig egy testi sértés maradt, tehát az életveszélyt azt ott a bíró levette, annak ellenére, hogy az igazságügyi orvos szakértői vélemény nem erről szólt. Ez hogy történt? Hát ugye akkor én még nem voltam ott, de úgy történt, hogy a jegyzőkönyv nem precízen készült el abba a tárgyalás folyamatban. Ez egy diktált jegyzőkönyv volt, tehát valaki mondjuk egy szakértőt kérdeznek, akkor nem írják le, hogy mit kérdeztek tőle, és a válasz sem írja automatikusan le a gépírónő, hanem amit elmond, abból a bíró visszadiktálja, amit ő fontosnak tart. Ez mennyire jellemző egyébként a magyar bíróságokon, hogy a bíró adhok eldöntő, hogy szerinte mi a fontos? Kétféle jegyzőkönyvezés van. Van, amikor a bíró nem lép fel, mint a jegyzőkönyv diktálója, hanem rábízza a jegyzőkönyvvezetőre, aki egyébként az a kötelesség, hogy mindent leírjon. Nyilván izé, meg kötőszavakat lehet, hogy ki lehet hagyni, de úgy az értelmét meg nem változtató módon kell jegyzőkönyvezni. És ebben a tárgyalás sorozatban a legfontosabb dolog, a szakértő meghallgatása, az nem, hogy tévesen lett jegyzőkönyvezve, hanem ellentétesen ahhoz képest, amit a szakértő elmondott. Köszönhető ez annak, a diktált jegyzőkönyvnek, meg annak a rendszernek, hogy le se írjuk a kérdést, ezért nem lehet tudni, mire válaszoltak, és ha a válaszból kihagyunk akár csak fél mondatokat is, mint például ebben az esetben, akkor az értelme pont a fordítottja lett. És ugyan a tárgyaláson mindenki értette, hogy a szakértő elmondja, hogy életveszélyben volt Erika ebben a bűncselekmény folyamatban. Ezt azért mondom folyamatnak, mert több dolog történt vele ott egymás után az altatás és a lelúgozás folyamatában. Tehát a szakértő elmondta, hogy az altatás is életveszélyes volt, a lelúgozás szintén életveszélyes volt, és a tárgyaláson ezt részletesen elmondta, csak a jegyzőkönyv ezt nem precízen rögzítette, majd az ítélet erre a szakértői véleményre hivatkozott, hogy ezért ez nem életveszélyt okozó testi sértés, hanem csak maradandó fogyatékosságot okozó testi sértés, miközben nem is ezt mondta a szakértő. Nem lehet egy egyszerű feladat ügyvédként egy ilyen hiányos jegyzőkönyvből visszakövetkeztetni arra, hogy mi volt itt a baj. Nem, hogy nem egyszerű feladat, én ott se voltam, tehát ez teljesen lehetetlen feladat lett volna, ugyanegy lehetetlen küldetésre vállalkozott volna a másodfokú bíróság is, hiszen ők aztán tényleg csak a jegyzőkönyvből dolgozhatnak, ők még nem is vannak abban a kedvező helyzetben, mint én, aki a sértettel bárhány órát beszélgethetek, és elmondhatja nekem, hogy mik történtek a tárgyaláson. Itt egy véletlen játszott a kezünkre, hogy a tárgyalóterem tele volt hallgatósággal, jogvédőkkel, jogvédőszervezetekkel, és az egyik jogvédő rögzítette a tárgyaláson elhangzottakat, és eljuttatta hozzám. És abból derült ki, hogy nem is ezt mondta a szakértő, abból a felvételből, ezért voltam abban a szerencsés helyzetben, hogy tudtam indítványozni másodfokon, hogy én tudom, hogy nem ezt mondta, itt a hangfelvételem, nem az van a jegyzőkönyvben, ami elhangzott, és aztán ennek helyt adtak, és a másodfokon
gyakorlatilag újra le kellett folytatni a bizonyítást a hiányos jegyzőkönyv miatt. De ha jól értem, akkor itt már ezen a ponton rendelkezésre állt egy kisebb raklapnyi szakértői vélemény, majd ezek után évekkel később a polgári peres eljárásban, ahelyett, hogy a büntető eljárásban elkészült szakértői véleményekre alapítottak volna bármilyen érvelést vagy gondolkodást, elrendelték, hogy újra végezzék el rajtad, Erika, ugyanazokat a vizsgálatokat, amelyeket már, hát, ha szabad így mondanom, el kellett szenvedned, nem is egyszer. Ez hogy történhetett meg? Igazából ezeket a büntetőeljárásban készült szakvéleményeket okiratként átemelte a polgári bíró, de nem tartotta elégségesnek. Ugye az alperes, ugye az elkövetőnek a kérdéseit szerette volna még ezt beletenni ezekbe a kérdéssorokba, tehát nem voltak benne szerinte azok, amik szükségesek lettek volna. És akkor tette fel ezt a 50 pontból álló kérdést, hogy például ilyenekkel, hogy milyen állapotban van most a méhem, menstruáltam-e 2013-ban, szóval ilyen kérdéseket tett még pluszba ebbe a szakértői felkérésbe, ami másfél évig nem készült el, mert a Nemzeti Szakértői Intézet húzta, vonta, azt mondta, hogy nincsenek szakemberei, nincs nőgyógyásza, nincs urológusa, és nem is tud eseti megbízást adni. Ez másfél évig húzódott. Miután aztán a Pécsi Szakértői Intézetet kirendelték, végül is ő visszamondta, tehát kilépett ebből a Nemzeti Szakértői Intézet, és a Pécsi Intézetet bízták meg, aki aztán el is végezte ezt az egyik 5 igazságügyi orvos szakértő végezte el ezt a vizsgálatomat. Ide is le kellett nekem utazni, nekem kellett fizetni ennek is, ezt is én finanszíroztam, mikor nem az én kérdéseim voltak, tehát nyilván itt az alperes és a bíró kérdései voltak, de megmondták, hogy mikor hány órára kell Pécsre érnem, és nekem akkor ott meg kellett jelennem ezeken pszichológiai vizsgálaton. Ez egy 6,5 órás vizsgálat volt, 20 perc szünettel. 6,5 óra. Igen. És hát, ha már említed a költségeket, ugye a most megítélt 25 millió forintnak, hát nagyjából már legalább durván a felét elköltötted csak a saját gyógykezelésedre. Igen, és a családtagjaim, ugye a gyerekeim azóta is pszichológushoz járnak. Nekem az EMDR terápiám az 14 ezer forint egy alkalom, és hetente egyszer kell menni, tehát egy hónapban 4-szer. Úgyhogy ezt ki lehet számolni, hogy ez milyen összeg, a krémek, kötszerek, amit mai napig használom kell, kúpok, ezeket még össze se adtam ezekhez. Tehát, nem volt lelki erőd összeadni ezeket is? Egyszer összeadtuk, gyűjtöttem a számlákat még a büntetőeljárás elején, és most valamelyik nap elővettem, és már megfakult rajta a tinta, tehát nem látszik, hogy, mert mondták, hogy gyűjtsem a számlákat, és ugye ezek a patikában árult fényes szallagok elvesztik egy idő után, tehát sajnos 8,5 évet nem bírtak ki ezek a számlák. Úgyhogy egy ideig gyűjtöttem, de ma már nem. És akkor... Ha minden igaz, akkor nem is kell végrehajtási eljárást kezdeményezni az elkövetővel szemben. Bejelentette, hogy a kiszabott 2 héten belül tervezi kiegyenlíteni ezt a számlát. Akkor ezzel most mondhatjuk azt, hogy a lúgos ügy lezárul? Nekem papírom van róla, hogy én elvesztettem a bizalmamat az egész rendszerben, úgyhogy én majd akkor hiszem el, hogyha... majd megérkezik ez a számlámra. Sajnos én nekem ez jutott, hogy ebben a rendszerben nem tudok bízni, és nem tudok hinni. Úgyhogy én láttam ezt leírva, de nem hiszem el. Tehát majd akkor hiszem el, hogy ez megérkezett. És hogyha visszatérünk az intézményi abúzusra, rendszer szintű abúzusra, és hát különösen azért, mert azért az elmúlt években te nagyon-nagyon-nagyon sok áldozattal tartottad a kapcsolatot, rengetegen kerestek meg téged tanácsért, együttérzésért, ezer okból, és hát ugye gondolom nagyon sok ponton tudtál is ehhez kapcsolódni. Mit látsz, hogy mik azok a tipikus abúzusok, amiket egy áldozatnak el kell szenvednie, és amiket te ebből a 8 évből, hogyha mondjuk akár megyünk kronológiai sorrendben
2013-tól napjainkig, amiket kiemelnél, hogy, hogy na ez az, amit rendszer szinten, szinte minden áldozatnak el kell szenvednie? Hát először is az, hogy magára hagyja a rendszer. Tehát csak magára van utalva, ezt anyagilag, jogilag és egészségügyileg is így gondolom. Semmilyen segítséget nem kap, tehát 8,5 évig én finanszíroztatta velem az állam ezt a bűncselekményt. Egy fillért nem fizetett, nem segített. Tehát amiket még ő rendelt ki, ahogy az előbb elmondtam, amiket nekem meg kell tennem, azokat is nekem kellett finanszírozni. Tehát itt sem előleget, sem semmit ezt... Tehát ebben nem segített, tehát sem anyagilag, jogilag is nekem kellett nyilván ügyvédet, jogi képviselőt keresnem, ami nem volt egyszerű. Tehát igazából én úgy gondolom, hogy akikkel én beszélek, áldozatok, azok rettentően félnek, mert egyedül vannak, nem kapnak lelki, anyagi, semmilyen segítséget nem kapnak ma, és nagyon félnek, és igazából egy ilyen nagyon hosszú procedúra, ami ugye nyilván sajnos az én ügyemben is látszik, ebbe ők nem mernek belevágni. Úgyhogy ezért, mint most kiderült, polgári peres eljárásra sem kerülnek nagyon ezek a bűncselekményből származott, tehát mondjuk egy testi sértés. Tehát anyagilag ezek nincsenek rendezve, tehát nem nagyon jutnak oda. Ezért mondhatta a bíró, hogy igazából ők valóban olyan táblázatból dolgoznak, ami a megváltozott munkaképességű tábla százalékos arányban. Tehát igazából ők tényleg ebből dolgoznak, ez a munkahelyi baleseti tábla. Ho. András, hogyha megnézzük ezt rendszer szinten, ha van nekünk egy büntetőügyünk, ami lezárult, és ahol született egy jogerős ítélet, ezután elindul egy polgári peres kártérítési eljárás. Különösen akkor, de akár már a büntető ügy alatt, vajon miért nem gondolja azt az állam, hogy megelőlegezi a sértetnek azt az összeget, ami mondjuk egy várható, akár csak egy általában várható kártérítési összeg, hogy legalább azokat a költségeket térítse meg, amik... Hát azért belegondolok, hogy a gyerekek pszichológusa és a krémek, a kötszerek, tehát azért itt Erikának havi szinten voltak százezres kiadásai, amik nem várhatóak el bárkitől, sőt senkitől nem várható el, hogy ezeket tudja finanszírozni. Vajon miért nincsen erre egy megoldás a jogalkotó részéről? Vagy mi lenne az szerinted? Hát ezt nem így egy gyűltő helyemből kell meghatározni, hogy egyrészt, hogy miért nincs ez, másrészt, hogy mit kéne ebben a csinálni. Ez egy nagyon jó felvetés, erre szükség van, ezt ki kellene dolgozni, de ugyanakkor azt is nagyon ügyesen szabályozni kell, hogy visszaélésekre ne adjon lehetőséget. És hát azt látom, hogy tengernyi az áldozat, és rengeteg pénzre van ahhoz szükség, hogy ez így megtörténjen, mert azt kell látni, hogy nem egy ilyen ügy van, mint az Erika ügye volt, csak ez egy nagyon ismert ügy lett, és nagyon sok mindenre rámutatott ez az ügy, hogy milyen problémák vannak, de igazából nem, ebben igazad van, hogy a jogszabályokat is lehet gyúrni és javítani, de nem a jogszabályokkal van leginkább a probléma, hanem a jog alkalmazással van leginkább a probléma. Egyszerű kifejezéseket lehet itt használni, nem törődömség, empátia hiány, képzetlenség, az időhiány, a túlterheltség, ezek jellemzik a hatóságokat döntően, mert nyilván rengeteg a kivétel, és azoknak örülünk, és ha végül egy ügyben sikerül jó eredményt elérni, és győz az igazság, és egy megszüntetés után 11 év börtön lesz az eredmény, annak úgy a végén lehet örülni, de azért azt látni kell, hogy ez hatalmas munka eredménye egy ilyen úgy idézőjelek között említhető siker, és nagyon-nagyon sok olyan ügy van, ahol az áldozatok nem jutnak el erre a pontra, hanem ott ragad a megszüntetés szintjén egy eljárás, vagy egy nagyon enyhe büntetés
szintjén, sokkal enyhébb büntetés szintjén, mint amit megérdemelne az elkövető. Mi is volt ez a 11 év és az orvosi hivatartástól való örökös eltiltás előtt az elsőfokú bíróságon? Az elsőfokú bíróságon ahhoz képest, amire végül ítélték, 4 bűncselekményt nem is értékeltek, köztük súlyos bűncselekményeket, és 4 év börtönbüntetést állapítottak meg. Melyek az a 4, 5? Nem, 4-re, csak 5 évre az orvosi hivatástól eltiltást. Ja, igen. Melyek voltak ezek a bűncselekmények, amiket nemes egyszerűséggel az elsőfokú bíróság figyelmen kívül hagyott, vagy? A személyi szabadság megsértését, okirattal és készpénz helyettesítő fizetőeszközzel visszaélést, magánlagsértést, és ezeknek egyébként a minősített esetét. Tehát 4 olyan bűncselekmény, amiből egy ilyen halmazati büntetés esetén, ha már akár az egyik is 1-5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, azt nem veszük figyelembe, akkor a halmazat jóval enyhébb, és nem mindegy, hogy valakit 1-5 évig tartó szabadságvesztésre ítélhetnek, vagy 2-12 évig terjedő szabadságvesztésre ítélhetnek, tehát az a tételkeret, amiben az bírónak gondolkodnia kell, nem mindegy, hogy mekkora. És a vádiratban minden szerepelt ehhez, csak nem merítette ki az elsőfokú bíróság a vádat. Erika, egyébként arról sokat lehetett olvasni a veled készült interjúkban, hogy ami az elsőfokú tárgyalási napokon téged ért, amit te ott átéltél, az milyen volt, az mekkora traumát jelentett, akár a bíró viselkedése, akár a sértetti képviselő működése. Éreztél bármiféle enyhülést, amikor az ügy tovább jutott másodfokra majd a kúria elé? Igen, tehát a megismert másodfokú eljárás volt egy progresszív, nagyon jó, tehát egy olyan számomra megkönnyebbültebb tárgyalássorozat. Nem kell nagy dolgokra gondolni, tehát egy teremberendezés, hogy nekem ne kelljen azt, ne kelljen, ahogy a hátam mögött áll, és én őt halljam, ahogy ott veszi a levegőt, hanem egy oldalsó berendezés volt. Én oldalt ültem, tehát még nem láttam, tehát a szememből sem láttam, a sarkából sem, de nem kellett hallanom, hogy mögöttem ül. Például volt egy ilyen szembesítés, amiben az úgy zajlott le, hogy amit elrendelt különben a kúria, hogy a bíró azt mondta, hogy ő engem fog kérdezni, én neki válaszolok, és ő kérdezi tehát az elkövetőt, és ő is neki, tehát beékelte magát kettőnk közé. Tehát ez egy kis dolognak tűnik, de egy áldozat számára ezek óriási dolgok. Ezek például egy ilyen szembesítésnél, például egy ilyen teremberendezés. Tehát ezek voltak azok, amik, és így sokkal jobban teljesít egy áldozat, tehát mert nekünk ott tanúként kell részt vennünk, tehát nekünk a legjobb tudásunk szerint érthetően tényekre szorítkozva el kell mondanunk azokat, amiket kérdeznek. Tehát ehhez nekünk muszáj, hogy biztonságban érezzük magunkat. Az amúgy földig rombolt ugye, biztonságérzetünket valahogy össze kell akkor kaparni. És ebben volt ez a megismételt másodfok segítségemre. És a tanúk segítségére is. Tehát ezt ők is érezték, akik tanúk voltak rajtam kívül. Tehát ilyen apró dolgok is, amik mondjuk nem pénz dolgok, és nem igényelnek olyan nagy dolgot, de mégis ezek szerint lehet így tárgyalni. Én is jelen voltam több tárgyaláson, és volt például egy, nekem nagyon élesen megvan az az emlék, hogy te ülsz, mint tanú a padon, és dr. Szekér Gyula, a vádlott képviselője kérdez téged, és egy ponton befogadhatatlanná vált a stílus, ahogy veled beszélt, és ezen a ponton a bíró közbeszólt, hogy azért talán a sértett emberi méltóságát tisztelve próbáljon a kollega kérdezni. Ez a pillanat például milyen volt az, amikor végre valaki figyelembe vesz téged is, mert hogy itt ami így a leginkább erős tanulságnak tűnik az eljárás egészéből, az az, hogy az utolsó prioritás, vagy az utolsó szereplő, akit fontosnak tekintett ez az eljárás, az pont az áldozat volt.
Hát igen, az áldozat egy büntetőeljárásban egy tárgy, igazából egy szereplője, egy tanú, sértett ide tanú. Hát számomra ez egy döbbenet volt, amikor ezt nyilván meghallottam. Igazából ez a 8,5 év alatt egyszer fordult elő. Az sajnos, mivel nem lehet érte semmi jelen a polgári peremben, ha azt hallottad volna, akkor nyilván ez azok a büntetőeljárásban képviselt dolgai ennek az ügyvédnek. Ugyanaz volt az ügyvédje a polgári perben is, azok eltörpültek volna. Tehát a polgári perben csak arra ment az ügyvéd, hogy megalázzon, és olyan vizsgálatoknak vessen alá, amik teljesen fölöslegesek, de jó megalázóak. Ilyen beadványaik voltak tömkölegével, és itt a bíró tehát soha egyszer sem utasította helyre, sőt, egy partner volt ebben részére, hogy ezeket a vizsgálatokat igenis végezzék el rajtam, amik igazából teljesen fölöslegesek, de hát aztán ugye elvégezte ezt a Pécsi Egyetem, tehát itt le lett írva. Az, ami le lett írva, nem véletlenül lett leírva, hogy intézmény abúzusért, tehát nyilván ők a papírokból is dolgoztak, de ezt kellett viselni, és ezt megengedhette magának minden alkalommal ez az ügyvéd, ez a jogi képviselő. Ennyit azért kiegészítésül ezt hozzáteszek, hogy minden vádlottnak, minden védőnek, vagy polgári perekben alperesnek, illetve alperesi jogi képviselőnek szabadon rendelkezésére áll minden módszer ahhoz, hogy védje az áldozatot, vagy védje a vádlottat, illetve az alperest, ahogy érzi, úgy képviselhesse, és ahhoz is joga van, hogy ártson az ügyfelének, akár a büntetőbe, akár a polgáriba, és a bíró, amikor érkezik egy olyan beadvány, ami lehet, hogy magánemberként nem az ő stílusa, nem tud vele mit kezdeni, akár a polgáriba, akár a büntetőbe ezt ismertetnie kell, ami releváns indítvány az ügy szempontjából annak helyt kell adnia. Az más kérdés, hogy összességében majd a végén értékelik mindenhol a bizonyítékokat, és én azt gondolom, hogy ebbe az ügybe mind a két fórumon, tehát polgári büntetőbe ez az arrogáns stílus és a sértett megalázására irányuló beadványsorozat, illetve a beadványoknak a roppant nagy terjedelme, mert több tucatnyi oldalon rendszeresen szerepeltek ezek az alázó fordulatok, ezek ártottak inkább a polgáriban is, meg a büntetőben is a vádlottnak, illetve az alperesnek. Szerinted egyébként ehhez hozzá lehetne nyúlni olyan szinten, hogy bármilyen szabályozás, hogy akármit kitalálni arra, hogy hogy egy kicsit inkább fókuszba kerüljön a sértett joga és szükséglete. Ezzel folytatjuk a hírek után. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk. Folytatjuk a beszélgetésünket Renner Erikával, a Lugos ügy sértettjével és sértetti képviselőjével, dr. Gál Andrással, és éppen ott tartottunk, hogy a pofátlanság mindenen túlmenő határain túl, és még azon is túl bármit megtehet a védelem képviselője, nincs az az arrogancia, ami miatt szankció érhetné, és hát ez azért jelentősen jelenti az áldozatok kivéreztetését, akár érzelmi kivéreztetését. Éppen azt kérdeztem a hírek előtt Gál Andrástól, hogy lehetséges lenne bármilyen protokoll kidolgozása arra, hogy ez a fajta abúzus, ez a fajta sokadlagos, újra és újra traumatizálás a sértetteknek, ez ne legyen lehetséges, és ne érje meg, főleg ne érje meg. Erre van lehetősége egyébként most is a bíróságnak. Itt hirtelen kell jól és gyorsan reagálni egy bírónak. Ugyanakkor nem szabad elzárnia a védőt vagy a vádlottat a védekezés lehetőségétől. Tehát kibontakozni a védőt, hogy ebben mire akar kilukadni egy esetleges kérdéssel, és gátat kell szabnia neki azonnal, ha ez öncélú, és csak az ügy előrevitelét, vagy a vád tárgyává tett cselekmény felderítését nem segíti.
nagyon talpra esettnek és rutinosnak kell lenni egy bírónak, hogy erre azonnal tudjon reagálni. Van eszköze, meg is bírságolhatja, megtilthatja kérdés feltevését, de hát a kérdés feltevés, vagy a kérdésre való válaszadástól felmenti a tanút, vagy a sértettet, nem kell válaszolni erre a kérdésre, ez bármikor mondhatja, csak addigra már elhangzott, és azt lelkileg megterheli a sértettet, vagy akár egy tanút is. Úgyhogy bármit dolgozunk ki, az alapelvet soha nem fogja semmi áttörni, hogy a védőt és a vádlottat a védekezés jogában teljesen korlátozni nem kell. Az a kérdés, hogy hol van az a határ, amit a bírónak engednie kell. Segíthetne ezen egy bírói érzékenyítési program? Segíthetne, de igazából bárki bárhányszor bármit hall egy érzékenyítési programon, az élet mindig új és új szituációkba helyezi a bírót, és ott abban a pillanatban kell reagálnia. Úgyhogy valamit biztosan segít. Igazából a bírói alkalmasság az, ami meghatározza, hogy egy ilyen helyzetben jól teljesít-e vagy nem. Ezért itt nagyon durva dolgok is történtek, például az az eset, amikor az akkor már ugye hát büntető eljárásban elítélt Benne Krisztián és képviselője úgy gondolták, hogy elkérik a sérülésekről készült fényképeket. Igen, ezt a büntető eljárásban becsatolt több mint 500 kép volt, amit a rendőrség bekért, és belecsatolva a büntető eljárásban. Ezt a polgári per is elkérte, és azt kérték a bíróságtól, hogy ezt ő szeretné megnézegetni. Igazából nem értettük, hogy mire. Tehát ő nem, mint orvos szerepel ebben a büntető, ebben a polgári perben, hanem mint alperes. És már voltak bőven szakértői vizsgálatok? Tehát azok ki voltak, igen, rendelve, ő szerette volna ezeket felül vizsgálni, vagy a saját orvos kollégáit. Nyilván egy egészségügyi specialistával van dolgunk, hiszen az ő szakmája az ez volt. Elég fura is volt, hogy ezzel szemben nekem kell védekezni, hogy egy harmadfokú írhárítható sérülés az milyen maradandóságot okoz. Tehát ez nagyon furcsa volt ez a helyzet, hogy nekem nem ez a szakmám, de nyilván neki igen, tehát ezt tudnia kellett, és ezért kérte ezeket a fotókat, és ezt a bíróság megküldte ezt a határozatot, hogy 8 napon belül oda kell adnom ezeket a fotókat, tehát bele kell egyeznem, különben felszólítja az igazságügyi orvos szakértőket, hogy ne válaszoljanak bizonyos kérdésekre, ami azért volt furcsa, mert ezeket a kérdéseket nem én tettem fel, hanem a bíróság és az alperes. Tehát gyakorlatilag így megzsarolt ezzel a bíróság. Én akkor írtunk egy beadványt a jogi képviselőmmel, a személyes adatok védelme, stb. És akkor ezt egy 15 napon belül visszavonta a bíróság, ezt a határozatot. Mi történhetett itt egyébként? Mert mint eleve, hogyha az ember túlteszi magát azon a sokkon, hogy egy ilyen brutális bűncselekmény elkövetője még megteheti azt, hogy elkéri a fotodokumentációt, miért, hogy gyönyörködhessen a sikere véghez vitt műben, vagy mi lehetett egyébként a valódi motivációja, vagy a te megalázásod, a további bántalmazásod, az ő hatalmának a végsőkig érzékeltetése, hogy még mindig van az életedre ilyen szintű hatalma, még mindig bánthat? Én próbálom megérteni. Ez egész büntetőeljárás alatt is szerették volna ezeket a fotókat látni, amik egy lezárt borítékban voltak, tehát ez sosem engedte nekik a büntetőeljárás alatt sem ezeknek a megtekintését. Csak a szakértők számára lettek ezek átadva, akik ebből dolgoztak nyilván. Tehát igazából ők úgy álltak ehhez az egészhez hozzá, hogy én gyakorlatilag így vagyok, mint egy kicsorbult bögre, kicsit letört a füle, kicsit megcsorbult, de lehet-e még belőle inni? Tehát ez volt gyakorlatilag így az ő, megpróbálom így leképezni gondolkodás mondjuk, és ő úgy gondolt, hogyha megnézi ezeket a fotókat, akkor ő eldönti, hogy lehet-e még ebből a bögréből inni. Nyilván szakértelme is lett volna hozzá, hiszen ő egy orvos, égési orvos. Gondolom, hogy ez is játszott oda, és hát nyilván ő szerette volna, nem látta sosem, hogy igazából mit tett, mert hiszen ezeket a végeredményt nem látta.
tehát nyilván nem tudom, hogy a fejében mi zajlódhatott le, de ettől a nagyon arrogáns képviselettől, ami az egész ügy alatt végighúzódott, itt a bíróságot is egy picit így úgy érzem, hogy egy valahogy mindig rá tudott venni bizonyos dolgokra ettől a nagyon erős arrogáns stílustól. Ez is egy ilyen volt a több 50 közül, de hát ugye ennek aztán ellen kellett állni, be kellett adni ezt a beadványt, hivatkozni ezekre, hogy ezt kifejezetten megtiltom. Csak a szakértők számára adom ezeket át, akik ebből, mint igazságügyi szakértők dolgoznak. És figyelmeztetük, hogy ő nyilván nem orvos ebben a helyzetben, tehát semmi oka nincs az, hogy ezeket megnézze, és ennek helyét adtak. Tehát, de ezt megint nekem kellett, megint nekünk kellett ezeket alátámasztani igazából. Hát ezt akartam kérdezni, hogy még egy példa arra, amikor a sértetre hárul a teljes súlya annak, hogy az ő nyilvánvaló érdekeit, amik egyébként jól felismerhetőek, figyelembe vegye a bíróság. És erről eszembe jut az az egyszerűnek tűnő példa, vagy nem egyszerű, de elég jellemző példa, hogy te vagy az, aki hosszú-hosszú éveken keresztül rendőri védelem pont alatt állt, miközben kiengedik a gyanús, akkor még gyanúsítottat, ennek is beszélgetettünk a körülményeiről, hogy Elvágyom. Azért ez is kicsit furcsa volt, ahogy őt akkor ott kiengedték. Majd neked kellett tényleg, mint hogyha egy nevelőtisztnek jelentkezte volna le naponta többször a hollétedet és az éppen hol vagy mit csinálsz szinten lejelentkezni, ahelyett, hogy mondjuk ő kapott volna egy bokaperecet. Tehát ő utána is dolgozott, állami beosztásokat látott el, praxist vett, gyermekorvosi praxist, mi alatt én személyvédelem alatt álltam, 6,5 évig voltam ez alatt a személyvédelem alatt. 6,5 évig? Igen. Folyamatosan vagy? Igen, volt? Folyamatosan. Egy év volt, amíg nem, amikor letartóztatták, és végre itt előzetesbe helyezték már a harmadfoknál. Utána egy évre megszüntették, de ott a börtönben volt egy ilyen kis probléma, hogy kihallgatták, hogy ugyanez a jogi képviselő, akiről most beszéltünk eddig, azt tanácsolta neki, hogy akkor tud per újra felvételt kezdeményezni, hogyha engem, ha Renner Erikát újra megtámadná valaki. Ezt kihallgatták, ezt jelentették, és itt az ítélőtábra újra elrendelte a személyvédelmemet. Anna, és ez egyébként mennyire jellemző egyáltalán az, hogy elrendelnek személyi védelmet, mert ugyan egyébként ez borzasztóan hangzik, hogy a sértetnek kell még további korlátozásokat, önkorlátozásokat végrehajtani a saját életén, de hogy már az is csoda, hogy egyáltalán kaptál személyi védelmet, hogyha jól emlékszem a hírekből, meg a te beszéléseidből, ez sem volt annyira magától értetődő. Én nem, és nem is volt protokollja ennek, tehát igazából arra voltam utalva, hogy van egy olyan rendőr, aki ezt lelkiismeretes, azt valóban kijön, hív, 2 naponta oda kell jönni, megnézni, a lakásomba feljön, megnéz, beszél velem, és volt, amikor egy hétig nem jöttek. Úgyhogy... Hogy elfelejtették, vagy? Én nem tudom, hogy ez, én úgy tudom, hogy rólam jelenteni kellett naponta, vagy nem tudom, én nem vagyok rendőri, tehát nem tudom, hogy ez hogy megy, de én szerintem itt nem volt egy normál protokollja ennek, hogy ezt hogy kell végezni. Úgyhogy volt, hogy óránként hívtak, de volt, hogy egy hétig nem. De hogyha például elmentem nyaralni, akkor azt be kellett jelentenem, ha kórházba voltam, le kellett jelentenem, tehát ezeket a mint egy kis házi őrizet, ezeket le kellett jelenteni. Egészen pontosan olyan. Egyébként az is megoldható lett volna ez azzal ez a helyzet, az hogy a helyet, hogy a sértettet terheli tovább a rendszer, mondjuk azt mondja, hogy a szabadlábon védekező gyanúsított, vagy akkor már vádlott oldaláról közelíti meg ezt a kérdést, és az ő mozgását ellenőrzi, vagy... Utólag azt látjuk, hogy ez lett volna a célszerűbb. Általánosságban egyébként még a korábbi kérdésedre válaszolva nem olyan nagyon gyakori ez a személyi védelem elrendelése, meg nem is nagyon hatásos, mert ha valós szándéka van egy szabadlában lévő terheltnek, gyanúsítottnak vagy vádlottnak, hogy ártson újra annak, akit egyszer már álltott, akkor ez a személyi védelem ez nem alkalmas arra, hogy ezt megakadályozza.
kivéve ha valami őrült bután akarná megtámadni újra, és hagyná, hogy még telefonáljon a rendőröknek a sértett a második alkalomnal, és akkor azok még ki is érhetnének addig. Tehát ez egy névleges védelem, inkább egy pszichés támaszt nyújthat a sértetnek, illetve mivel ez nyilvános, ságra került ebben az ügyben, mert egyébként általában nem is nyilvános, ezért talán elriasztja a terheltet attól, hogy valami ilyesmit csináljon. Ha jól emlék, volt arra is példa, hogy Benne Krisztiánt kiengedték a vizsgálati fogságból, és kb. Szinte még aznap megjelent a munkahelyed előtt. Igen, ezt egy kolléganőm jelentette, ekkor rendelték el. Én akkor felhívtam az életvédelmi osztályt, mert a kolléganő felszaladt, és nagyon rémülten ezt mondta, hogy itt állt lent. A munkahelyem előtt én felhívtam az életvédelmi osztályt, és akkor behívtak, és akkor rendelték el ezt a bizonyos személyvédelmet először, ekkor. Úgyhogy, és innentől tartott 5 évig ez a személyvédelem. Azt hittem, hogy rövidebb lesz, de nem. Én úgy gondolom, hogy ez, mint a polgári perben, gondolom az előzetes erről szól, hogy ezért helyezik előzetesbe az ilyen típusú elkövetőket, vagy hát szokott ilyen előzetesen. Ez a polgári perben ilyen volt a biztosítási intézkedés, hogy tudtuk, hogy születni fog egy ítélet, de nem biztosították például azt, hogy ez majd ez az összeg. Láttuk, hogy folyamatosan menti ki a vagyonát, folyamatosan szóltunk a bíróságnak. Tehát az is egy kisebb horrorfilm volt egyébként, és ezt nem is tudom, hogy mennyire ment át a köztudatba, úgyhogy lehet, hogy érdemes lenne egy kicsit átvenni, hogy mekkora feladatot és terhet rót rá a rendszer, hogy például egyáltalán az biztosítani lehessen, hogy Benne Krisztián nem menekíti ki az utolsó fillérig minden vagyonát ebből az eljárásból? Ezt már 2016-ban elkezdte, tehát ott már volt egy ilyen próbálkozás, csak akkor még terhet volt ez a bizonyos ingatlan, tehát ezt nem tudta megtenni, de utána mind a két autója, mind a két járművet, tehát ezeket folyamatosan kimentette, ugyanis az büntető eljárásban megítélt bűnügyi költségeket, amit jogerősen megítéltek, 15 napon belül sem fizettek ki. Tehát én akkor szóltam, a bíróság nem indította el csak a saját részét, azt az 1.200.000 forintot, ami perköltség volt számára, azt elindította saját magának a bíróság, hogy kifizesse. Például ezt az összeget, tehát itt azért nem sok milliós, hanem inkább 100.000-es tételekről van szó. Ezt az összeget például vajon miért nem előlegezi meg a rendszer a sértett számára? Tehát számomra ez egy felfoghatatlan szituáció, hogy ez azért hosszú évekig húzódhat, és itt tényleg konkrétan a kenyérkötszer tengelyen. De mivel ezt nekem kellett kérvényezni, tehát én nekem kellett beadni, hogy ezt hajtsák végre, ezért minden anyagi rész engem terhel. Tehát például mondjuk, amikor kimennek és zárat cserélnek, az 40.000 forint. Például a földhivatalnál a bejegyzés az 6.000 részenként. Tehát innentről, miután nem a bíróság kezdte ezt elindítani, minden, ami ezzel kapcsolatos volt, teher engem. Tehát az én terhem volt anyagi. Tehát nem indított el magától a bíróság. Én nem tudom, hogy ez hogy van, hogy elvileg ezt kellett volna neki figyelni, hogy a sértetnek nem fizeti ki, de még nem, hogy nem fizette ki, ő közben a rossz börtönkörülmények miatt indított egy eljárást, amit zsírosan, tehát mint a kés a zsírban, tehát igazából az átcsúszott. Azt kifizették neki, mivel a végrehajtó kérte, hogy itt van egy végrehajtás, ne fizessék ki, az igazságügyi minisztérium ezt elutasította. Azt egy... Milyen indoklással vajon? Mert hogy megkérdezték őt, és azt mondta, hogy nem szeretné. Nem szeretné? Igen, megkérdezték. Erről van egy papírom, hogy megkérdezték azt a 250.000-et, ami a tárgyi része volt. Az ellopott telefon, laptop, azt, igen, mert az kötelező, és a fennmaradt részt pedig kérte egy ügyvédi letéti számlára átutalni. Tehát nem. Úgyhogy bírósági végrehajtás volt már. Igen. És aztán ugorjunk vissza a polgári peres eljáráshoz, ahol végülis az ügyvédednek, Bartos Bálintnak kellett egy ingatlan figyelő? Vagy hogy is volt ez? Igen, többször kértünk biztosítási intézkedést, de ezt elutasították. Minden, akkor bizonyítottuk, hogy el akart adni már 2010-ben, bizonyítottuk, hogy nem fizette ki a 740 mindent félét. Erre kaptuk azt a választ, hogy lehet, hogy a 740.000-et nem fizette ki, de nem biztos, hogy a 25 milliót nem akarja. Ez ilyen válaszokat kaptunk, elutasították. Tehát kérték, hogy vonjuk vissza, különben megbüntetnek, mert ugye a 25 milliónak... Mármint téged büntetnek igen, meg. Igen, mert hogyha elutasítják, akkor ez egy vesztes rész, és ezért ennek ki kell fizetnem a
1%-át, nem tudom, ennek a 25 milliónak, tehát 250 ezeret kellett volna büntetésként kifizetni, hogy én ezt mertem kérni, hogy biztosítsák. Ezért visszavontuk, de ekkor az ügyvéden Bartos Bálint egy figyelőt tett erre az ingatlanra, és akkor vettük észre, hogy gyakorlatilag felszabadítja ezt az ingatlant, tehát mindent, ami ezen volt. Ugye a jelzálogokat, meg a hitelterhelyeket. Igen, igen, és ekkor újra beadtuk, és ekkor már elfogadták. De ha ti ennek nem jártok a végére, mentek ki, nem Óbudára, Budafokra? Nem. Hát nem kellett kimenni, nekünk ott van a végrehajtó, végrehajtó iroda, akkor még nem lépett képbe, ő csak akkor tud lépni, hogyha van ez a határozat, amit a bíróság az ítélőtában rendeli el, ugyanúgy egy bíróság rendeli el ezt a biztosítási intézkedést, nekünk alá kellett támasztani, hogy miért szeretnénk ezt, és attól féltem, hogy járni jár, csak nem jót lesz majd a végén, mert hogy ők tudják, hogy akarnak hozni egy ilyen ítéletet, már az első fok meg is van, de, és látják, hogy mentik ki, tehát majd hoz egy üres ítéletet, hogy tessék, nesze, itt van. És ugye ez nagyon sok kommentelőtől is olvastam, hogy úgyse fogja tudni, mivel ezt kifizetni, nem fogja tudni behajtani, így állnak hozzá az emberek. És tehát itt egy konkrét alátámasztott részben sem tudtuk, vagyis hát csak nagyon nehezen elérni, hogy biztosítsák ezt az összeget, ami a saját ítéletük lesz, tehát hogy hoznak majd egy ítélet, és hogy annak legyen biztosítása. És ez általánosnak tekinthető? Tehát ez történik a sértetteket? Tehát ennyire résen kell lenni ahhoz, hogy akár egy jogerősen megítélt kártérítéshez az ember valóban hozzá is jusson? Nehezen rendeli el a bíróság a biztosítási intézkedést, az biztos. És hogyha megtörténik egy biztosítási intézkedés, lezárul az ügy, akkor amíg ez a folyósítás megtörténik, elvárható lenne az államtól, hogy átvállalja ezt a tartozást, majd aztán az állam, aki hát azért nem a legkellemesebb hitelező, tehát nem jó az államnak tartozni, mert kicsit hatékonyabb eszközei vannak az ilyen tartozások behajtására, mint mondjuk egy egyszeri laikus sértetnek. Nem lenne elvárható az államtól, hogy ezeket átvállalja, és aztán ő maga lépjen el behajtóként? Lehetne ilyen jogszabályt hozni. Én azt gondolnám, hogy akkor lenne ez észszerű, ha ez nem limit nélküli lenne, tehát az állam nem vállalkozhat arra, hogy mindenki helyett befizesse és majd behajtsa, vagy megfizesse a sérteteknek és majd behajtsa, de egy limitált összegig ennek lenne értelme. Át kell alaposan ezt gondolni, hogy hogyan lehet ezt úgy szabályozni, hogy ne lehessen vele visszaélni, mert 2 perc alatt ki lehet találni, hogy hogyan tudná ezt kijátszani valaki. Tehát mondjuk szerintem az, hogy például a büntetőeljárásban, hogy ugye tehát a gyanúsítottnak ingyen vannak az akták, nekem 100 forint, tehát a sértetti résznek 100 forint oldal, az egy akkor 8000 oldalas akta volt. Az, hogy az én jogi képviselőm dolgozni tudjon, ahhoz nekem szükségem volt ezekre az iratokra. Tehát ez egy elég nagy összeg volt akkor, amikor ez az egész büntetőeljárás. Ez sok százezres történet. Igen. De ez már megváltozott egyébként. Azóta ez már nem így van, de akkor még valóban pénzt kellett fizetnie a sértetnek az aktáért is. Igen, ezt nem tudom. Most már hozzá lehet jutni, igen. Igen. Azt tudtam, hogy fotózni lehet, de nyilván az két nap lenne, mire ezt lefotózom. Lehet, hogy ez már a te eredményed, hogy... Hát nem tudom, de én nem tudom, hogy ezt tudom, hogy még mindig fizetni. Én legalábbis akiknek kellett menni az hát én nekem ki kellett szaladnom okmánybélyegért, tehát egyenként ezekre az iratokra. De mondjuk, ha csak az irat megismerésnél egy anomáliát említhetek, tehát vannak több vádlottlas ügyek, vagy több sértettes ügyek, és mondjuk egy alapvető szabály a büntetőeljárási törvénynek, hogy a sértett azokat az iratokat ismerheti meg, ami rá vonatkozik. Tehát mondjuk, ha van egy 8000 oldalas akta, és be akar menni a sértett, hogy megismerje az iratokat, de van más sértett is az ügyben, akkor... Nincs az a büntetőiroda, nincs az a bíró, aki arra vállalkozna, hogy egy
8000 oldalas aktát, mielőtt a sértett tanulmányozza, kitakarja belőle azt a 4715 oldalt, ami nem rá vonatkozik, átnézni egytől egyig az egészet, és csak azt mutassák meg neki. Úgyhogy ilyenkor a válasz az, hogy sajnos nem tudunk iratot tanulmányozni, én már többször belefutottam. Te képviseltél például a bicskei gyermekotthon sértettjeit, ott például akkor ez megtörtént? Vagy amikor ugye sok sértettet te képviseltél, de akadt, aki sértett volt, de nem az ügyfeled. Akkor ilyenkor mit lehet csinálni? Hát semmit. Ez a nagy baj. Az nagyon jó. A székesfehérvári törvényszéken történt ez, hogy többször írásban kértem az irattanulmányzás lehetőségét egy ilyen ügyben, és nem adtak iratot, hiába képviseltem 7 sértettet a 12-ből, mivel a másik 5 iratait nem nézhetem meg, és hát minden vallomásban mindenkiről szó van, mert ha egy sértettet elmondanak, hogy ő vele mi történt, elmondja, hogy a másikkal is mi történt, azt viszont nem ismerhetem meg. Ugyanazon az oldalon van a vallomásába. Úgyhogy inkább akkor semmit nem kaphat a sértett képviselője. És ez akkor nem baj, ha a hatóság úgy dolgozik, hogy nincs is szükség sértetti képviselőre, hiszen egy falanszterbe nem kellenek sértetti képviselők. De gyakorlatilag a lúgos ügyben is időről időre az volt az ember benyomása, hogy gyakorlatilag az ügyész feladatait veszed át. Hát ez a sérteti képviselőség, ez valójában egy alügyészi feladat. Ha az ügyész valamit nem csinál, akkor azt a sérteti képviselőnek kell csinálnia. És hát elő-elő fordulnak olyan ügyek, amikor az általában nagyon jól dolgozó ügyészek nem dolgoznak olyan nagyon jól, és akkor van szükség sérteti képviseletre. Tehát itt mondjuk egy nagyon komoly rész volt ugye az Andrásnak, hogy például majd, amikor már 6 órát vitatkoztunk azon, hogy a sérülésem hány százalék, hány centi, hány tenyérnyi, de most már 6,5 óráig egy bírósági tárgyaláson, akkor ő a fotókat, amik épp nálam voltak, színes fotókat kérte a bírónőt, hogy mutassa meg a szakértőknek, ahonnan könnyen meg lehet állapítani itt a négyzetmétereket. És ezen a ponton jegyezzük meg egyébként, hogy az elég sokat látott Zaher Gábor, másodpercekig megszólalni nem tudott a döbbenettől, és azt mondta, hogy ez még az ő szakmai tapasztalatával is brutális és sokkoló látvány. Igen. Tehát ez egy komoly fordulatot is jelentett egyébként az ügyben, ezeknek a képeknek a spontán bemutatása a szakértőknek. Igen, itt nem tudom, egy bírónő ezt például nagyon hosszan engedte ezt a vitát, mikor szerintem úgy érzem, hogy itt például miért kellett egy sérteti képviselet, akinek ez az eszébe jusson, és ezt le tudjuk zárni. Hát meg mekkora meglepedés volt a számunkra, hogy lement egy komplet elsőfokú eljárás, már a másodfokon is lement egy eljárás, 4-5 tárgyalással, utána a harmadfokon hatályon kívül helyezték, visszakerült, megismételt másodfokra. És ott derült ki, hogy a szakértők, akik addig véleményt mondtak, még nem látták a képeket. Azért az meglepő, hogy orvosi leírásokból, szöveges leírásokból adtak véleményt, és ott döbbentek meg, amikor mi már 10 tárgyaláson túl voltunk, és azt hitte mindenki a terembe, hogy hát ez természetes, tudják, hogy miről beszélnek a szakértők, csak leírásokat tudtak. Hát azt hiszem, nem mondok nagyon meglepőt így lezárásképpen a hallgatóknak, hogy csak ez az ügy önmagában annyi szálon, annyiféle rendszer szintű hiba felderítésére alkalmas, hogy tulajdonképpen egy teljes jogi reform alapját képezhetne, hogyha csak ennek az ügynek a tanulságaiból kezd el dolgozni a jogalkotó. Bízunk benne, hogy ezt meg is teszi. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Renner Erikának és dr. Gál Andrásnak. Mi köszönjük. Mi is köszönjük. Hogy itt voltatok.